A pályázattal a Nagykállói Intézmény fiatal fogyasztókértett teljesítményét értékelték, és a cím nyertesei az átadástól számított 5 évig viselhetik a Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola címet. Az iskola kiemelt figyelmet fordít a tanulók körében a felelős internet és közösségi média használatának kérdésére, a pénzügyi ismeretek megalapozására, figyelembe véve a fogyasztói szokások digitalizáció irányában való elmozdulását. Ennek érdekében a mindennapi munka részeként biztosítja a témakörhöz kapcsolódó előadásokat külső szakemberek bevonásával. A Máté Szalkai Szakképzési Centrumnak ez már a második ilyen kitüntetése. A Nagyantal gimnázium néhány 10 méterre innen 2 évvel ezelőtt már ugyanezt megkapta. A centrum stratégiájában nagyon fontos szerepet játszik az, hogy az iskolákat minél inkább hozzuk közel az élethez. Az élet az a hivatali élet is, a munka világa, a gazdálkodás, a vállalkozás, és azt látom, hogy a kollégáink és a gyerekeink sikeresek, mert 3 év alatt 2 ilyen elismerést is kaptunk. Tehát az erkölcsi elismerés az magasan megvan, ezzel anyagi elismerés nem jár, de gondolom az iskola büszke erre az eredményre. A magyar kormány a Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola pályázatot 2016-ban írta ki azzal a céllal, hogy elismerő díjjal tüntessék ki azokat az iskolákat, amelyek felismerték, hogy fontos a tudatos fogyasztásra való nevelés. Annak ellenére, hogy nincs a köznevelésben fogyasztóvédelem című tantárgy, a kormány fontosnak tartja, hogy a diákokat tudatos fogyasztásra neveljék. Erre azért van szükség, hogy a diákok ki tudják szűrni a nem tisztességes, hamis információkat, tisztában legyenek a jogaikkal és kötelezettségeikkel, mint fogyasztók és a jövő generáció vállalkozói. Igyekszünk az iskolákat támogatni a tekintetben, hogy kiemelten kezeljék a fogyasztóvédelmet. Egyébként ennek a pályázatnak egy következő lépése forrással járó pályázat is, amelyeket az iskolák helyi civil szervezetekkel tudnak majd megpályázni. Várhatóan a tavasz folyamán fogjuk kiírni ezt a pályázatot. Ezen felül pedig ugye civil szervezetek is kiemelten kezelik a fogyasztói tudatosságra nevelést, illetve a diákok nyugdíjas korosztály tájékoztatását is. Amit itt még fontos elmondani, hogy 57. iskolának adtuk át most ezt az elismerő címet, és Szabolcs-Szatmár-Bereg egy kiemelkedő megye e tekintetben, hiszen itt már az 5. iskola kapja meg a fogyasztói tudatosságra nevelést, és ami még fontosabb, és a célunk az az, hogy egy megyében a pozitív szinergia is megvalósuljon az iskolák között, és itt láttuk, hogy már a Budai Nagyantal középiskolával együttműködik a Kálai Rudolf, ő is egy korábbi fogyasztói tudatosságra nevelő iskola, tehát az fontos számunkra is, hogy itt az iskolák megosztják egymással a fogyasztóvédelmi ismereteket és közös programokat alakítsanak ki. Az elismerő cím átadása mellett az iskola tanulói részére szakmai fórumot is tartottak, melyen a Nyíregyházi Rendőrkapitányság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal közlekedési és fogyasztóvédelmi főosztályának munkatársai tartottak előadásokat.